Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Rózsabokor teteje virágokkal van tele, de tele. Zöldeles a levele, valaki meg szeretne, szeretne. Rózsapimpo, mondd meg igazán, hogy lesz-e nékem hűséges babám. Rózsapimpo levele, valaki meg szeretne, szeretne. Rózsapimpo, mondd meg igazán, hogy lesz-e nékem hűséges babám. Rózsapimpo levele, valaki meg szeretne, szeretne. Petrezselyem saláta, haragszom én magára, magára. Oda se néz, ha látja, szegény ember bajára, bajára. Lesz még egyszer, tudom kis hamis, csókolóznak velem maga is. Petrezselyem saláta, haragszom majd magára, magára. Lesz még egyszer, tudom kis hamis, csókolóznak velem maga is. Petrezselyem saláta, fütyülök én magára s a világra. Kertbarátok. 2016. június 29-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma az évelő dísznövények igényeiről, termesztéséről és kártevőiről beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Itt van körünkben Ugron Adél, marosvásárhelyi kertészmérnök. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnöknő, ilyenkor mi a teendő az évelőkkel? Hát, mi a kertészetnél a szaporítással foglalkozunk, de mondjuk akiknek kertjük van, azt ajánlanám, hogy a kert az ahhoz, hogy gyönyörű szép legyen, az minden áldott nap, minden évszakban mindig van benne dolgozni való. Tehát ez a felemás időjárás megviselte az évelőket, vagy ők köszönik, jól érzik magukat ebben az időben? Igen, szépen nőnek, most épp elnéztem, hogy a természet is sokkal zöldebb, mint máskor, tehát nagyon szerették ezt a esős időszakot. A kártevők jobban szeretik a növényeket ebben az időben? Igen, vagy, azért főleg nem. A csigák most a nagy, és ugye a hangyák is nagyon-nagyon el vannak szaporodva, és a csigák. És hogyan lehet ellenük védekezni? Hát a csigáknak úgymond, hogy nekünk nem volt időnk evel foglalkozni, tudok egy olyant, hogy állítólag tojáshéjat szárítani, meg azt apróra főt megtörni, és ahol jár a csiga, azt ott elszórni, mert lévén, hogy olyan nyálkás a teste, fölragad, és akkor szúrja, és állítólag elkergeti a csigákat. Sokan a sörrel próbálkoznak. Hát igen, nálunk a sörrel az baj, hogy állatok vannak, akkor most meg fogják inni a sört, tehát tudom ezt a sörös dolgot is, de van egy kutyánk, és akkor ezért nem tudom alkalmazni a sörös. Összeszedem, tehát megyek a vödörrel, és összeszedem a csigákat, mert... Miért ezt a kis boldogságot sajnálja a kutyától? Nem tudom, hogy viselkedne a sört. Amúgy milyen évelőket kedvelünk? Van-e trend, hogy melyik évben inkább mi a menő? Hát van, és szerintem itt közvetlenül játszanak ezek a szép képekkel ellátott szakújságok, mert van, hogy jönnek az emberek, és direkt azt az illető növényt keresik. Volt olyan év, hogy nagyon a díszfüvek voltak nagyon keresettek. Minden évben felbukkan valami, tehát volt olyan, hogy az évelők, vagyis a levendula, akkor erre fel most a levendula annyira nem. Tehát minden évben van valami új növény, ami tör előre. Számít a méret?
hogy most ez az évelő mekkorára nő? Szeretünk nagyokat venni? Vagy aki ért is hozzá, az... Hát igen, tehát ez a tapasztalatunk, hogy én most már azt mondom, azt mondtam, amikor nekifogtam, hogy mondjuk egy olyan 5-6 év alatt az embereket sikerül, hogy megismerjék, és de most eltelt az 5-6 év, és azt mondom, hogy még mindig nem ismerik az évelőket az emberek, és amit még, és ezt mindig elmondom, hogy a tapasztalatom, hogy csak tavasszal vásárolnak évelőket. És azt tanácsolnám, hogy bármikor menjenek most is, június, júliusba, augusztusba, menjenek be a kicsi kertészetekbe, nézzenek szét, hogy mi virágzik, mi akkor szép, és hogyha megtetszik megvásárolni, mert az, ami most szép, az tavasszal nagyon picike, és nem veszi meg, mert lévén, hogy nem ismeri, nem tudja, milyen a virágja, nem veszi meg. De lehet, hogy kivirágozva te megtetszik neki, és az augusztusban virágzik, akkor ha nem megyek be a kertészetbe, akkor soha nem fogom látni azt a növényt virágozni. Tehát én ezt mondom, és odafigyeléssel ezeket a növényeket, az évelőket, amik cserébe nőnek, ezeket bármikor ki lehet ültetni, alig várják, hogy kikerüljenek szabad földbe, a gyökerek fejlődnek, nőnek. Odafigyeléssel minden áldott nap, ha öntözzük, akkor megmarad az a növény, tehát nem kell megijedni, hogy most akkor nyár van, és nem veszek csak tavasszal, vagy csak ősszel ültetek a kertekbe. Mi a tapasztalat? Általában a hobbi kertészek azok kész listával érkeznek, hogy ezt szeretném, azt szeretném, vagy megérkeznek, és aztán ami megtetszik, azt vásárolják? Hát, akik nézik a weboldalunkat, van olyan, aki jön a weboldalról, kiírja, hogy mi tetszett, és úgy vásárol, és utána visszajön, és megint valamit vásárol, és megvan így elégedve vele. De van, aki megnézi az oldalt, és úgy eljön, és csak amikor ott eldönti, hogy mit vásárol, ami megtetszik neki. Olyan vásárló van-e, aki azt mondja, hogy van egy nézetméternyi helyem, de ez meg az meg amaz van ott, és ehhez kérek egy növényt, ami úgy a képbe is beillik? Van olyan is, hogy kérdi, hogy mit ajánlunk, tehát van egy picike helye, vagy akkor mindig megkérdezzük, árnyékos, nem árnyékos, mekkora talaj, hogy mint, milyen növésű, tehát általában van, aki megkérdi. Ilyen nagy igényekkel érkeznek a vásárlók? Hogy egy bizonyos szaklapban láttak ilyen rendkívüli mediterrán, vagy akármilyen más növényt, ami nálunk nem őshonos, de ő ezt szeretné? Van. Volt ilyen is, és akkor mindig szoktam mondani, hogy nézzenek szét, hogy látott-e itt körben, bármelyik kertbe azt a bizonyos növényt. Tehát, hogyha nem látok, azt jelenti, hogy itt nálunk nem bírja. De volt olyan válasz erre, hogy azt mondta, hogy nem baj, ő minden évbe beülteti. Tehát ilyen is van. És akkor tart 2 hétig? 3 hát nem, a fagyik. Attól függ, mikor vásárolja. Igen. Tehát van olyan is, aki azt mondta, hogy őt azt nem érdekli, hogy az itt nálunk nem él meg kifagy, de ő minden évben megveszi, ő neki legyen ott a kertben. Ilyen is van. De hát el lehet dicsekedni a barátoknak, a rokonoknak, hogy nekem egy rendkívüli évelőm van. Igen. Hát ez is valami. Stúdió meghívottunk Ugró Nadél marosvásárhelyi kertészmérnök. Ma az évelő dísznövények igényeiről, termesztéséről és kártevőiről beszélgetünk. Hogyha a témával kapcsolatban kérdésük van, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. A gondozásnál főleg mire kell figyelni az évelőknél, mérnöknő? Hát először is, ami nagyon a növényeknél általában ez, hogy napos hely és az árnyékos hely. Tehát ez, amelyik a napot igényli, azt nem ajánljuk soha, hogy például árnyékos helyre ültetni, mert akkor lehet, hogy a virágzását az megsínyli. Tehát ez nagyon lényeges. Meg a talaj általában. Úgy kártevőkre nem annyira, van egy-egy növény, arra rászoktunk, vagy vannak olyan növények, például a kutyatejféléknél vannak olyan, ahol a nedv esetleg ilyen allergiás tüneteket válthat ki, tehát arra szoktunk szólni, hogy ennek kell vigyázni, ennek a növénynek, de úgy permetezés szempontjából nem annyira. Van egy-egy növény, amelyik jobban tetvesedik, de ugyanúgy bírják.
Akkor úgy általánosan ki lehet jelenteni, hogy nem olyan igényesek az évelők? Nem, egyáltalán nem igényesek. Annál... Szaporodnak, nőnek. Sokszor már gyomosítanak igen, is. Igen, nincs probléma velük. Annától kaptuk az SMS-t, azt kérdezi, hogy rózsát csak tavasszal lehet ültetni? Hát a szabad gyökereseket, igen. Tehát árulják ezekben a zacskókban becsomagolt rózsákat, azokat igen. Amelyik cserében vannak, azokat már lehet nyáron is, bármikor lehet ültetni, csak az állandó öntözés, a napi öntözés az szükséges neki. Ezekkel a zacskos dolgokkal szeretnék még kitérni, meg dobozokban árulnak tavasz elején, és főleg nagyon korán, tehát nagyon-nagyon korán, tehát az időjárás nincs ott, hogy kiültetni, megveszik a cseréket, a díszcseréket, vagy bármit, és be van már indulva, mert ugyebár abban a sötét dobozban, melegben beindul a növény, van egy ilyen szintelen vízhajtása, és nem tudják az emberek, megfogják, kiültetik, jön a hideg, és nem bírja. Nem bírja, és akkor csodálkoznak, hogy hát megvettem, el volt indulva, és nem maradt meg az a növény. Tehát olyankor mindig mondjuk, hogy jó, nálunk mi nem árulunk ilyen csomagolt növény, de ha valaki megkérdi, mindig mondjuk, hogy azt nem szabad kiültetni, be kell cserepezni egy cserépbe, és nevelgetni még bent a házba, és lassan szoktatni meg a kinti levegővel, és miután teljesen elmúltak a fagyok, csak azután ültetni ki. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk Ugrón Adél, marosvásárhelyi kertészmérnök. Ma az évelő dísznövények igényeiről, termesztéséről és kártevőiről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Árpitól érkezett egy kérdés, hogy mi lesz a sorsuk az összeszedett csigáknak? Hát nem tudom, hogy vannak-e ilyen begyűjtők, mert régebb tudtam, hogy vannak ilyen begyűjtők, a csigákat tehát ilyen élelmezés szempontjából begyűjtik. De azon kívül nem tudom. És amit a délik összeszednek, a kutya eszi meg? Az előbb szó volt róla. Igen, ezért vagy a szomszédnak adunk, mert ott vannak csirkék. Is. Igen. Azért nem sörözik a csigákat, mert berúg a kutya. Ez előbb már volt szó erről. Jó. Mi szaporíthatjuk-e az évelőket? Mert a mi az a hobbi kertészek vagy... Persze. Nem szakemberek. Persze, nagyon sok növény magról szaporodik, tehát az évelők között is nagyon sok magról szaporodik, tehát magról lehet szaporítani. Dugványról is lehet szaporítani, van egy-egy, amely kényesebb, és ott már komolyabb körülmények szükségletesek, de van, amit lehet szaporítani. 12 óra 23 perckor hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a házunk előtt kint szabadban vannak valami szép törpe rózsánk. Lila, fehér, minden szín, de a lilának és a bordónak, annak az alja kezd leszárazni, és vannak azok a kicsi törpe rózsák is. Azok is elvirágoznak, csurde szárról hull a lapjuk. Mit lehet csinálni vele? Nincsen ilyen fekete pötty betegség a leveleken, mielőtt lehullna? Van, van. Akkor ott gomba betegsége van, és akkor kell permetezni. De mivel? Hát
gombaülő szeretet, egy szaküzletbe kell. Szaküzletbe gombaülő szert kell keresni, nagyon sok a kereskedelmi neve, amit mi nem mondhatunk el. Jó, tehát a jó, szaküzletbe gombaülő szert. Gombaülő szert, igen. Jó, jó. Köszönöm. Köszönjük szépen, viszont hallása. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Zsigmond Eliz vagyok. Üdvözlő. A Moldovai utcából hívom Önöket. Nálunk itt a zöld övezetben van egy-egy olyan vágy, olyan cementvágy, amelyik körülbelül egy méter magasan van itt. És azokat kellene valami évelővel beültetni. Beültetni, mert ami itt előttünk van, mivel hogy itt mi öregek foglalkozunk, csak ezzel egy idő óta el van hanyagulva. És ami benne van, az nem disze a zöldövezetünknek. Mit lehetne? Hát én a pozsgás növényeket tudom ajánlani, ezek ilyen vaskos szárú, vaskos levelű növények, általában ő maguk díszítenek, tehát nem a virág a díszük, de van nagyon szép virágosak is. Ezért ajánlom azokat, mert kicsi helyen, és bírják a szárazságot, tehát ha nem öntözi senki, akkor is kibírják abba a pici földbe. Igen, és szeretném megkérdezni, hogy hova lehet telefonálni, hogy rendeljünk egy ilyen két csomagot esetleg, amit elhoznak, és akkor mi kifizetjük és elültetjük. Adás után fel fogjuk hívni, a kollégámnak megkérem, adja meg a telefonszámát, mert adásban nem mondhatjuk el a mérnöknek a Értem. Számát, és igen, ez és reklámnak még lenne, minősül. Még lenne egy kérdésem. Igen? A télen, illetve a tavasz fele valami lelte a két japán rózsámat, hogy kezdtek a levelei lehúrni, és észrevettem, hogy valamit etvek támadták meg, akkor vettem nonspát, bepermeteztem vele, de nem múlt el. Reméltem, hogy a balkonom majd helyrejön, ott sem igen akar helyrejönni, hogy mi lehet az oka, mivel lehetne védekezni, akkor ezt is meghallgatom majd adás után. Jó, köszönjük szépen. Kérem szépen, viszont hallásra. Ott voltunk, hogy szaporíthatjuk mi is az évelőket, de például számít-e az, hogy mikor és hogyan? Persze. Tehát még a szimplán a magról is probléma az, hogyha most nagyon későn vetem el a magot, akkor megtörténhetik, hogy picike, és már jön a fagy, és akkor nem bírja ki. Tehát a következőben virágozókat, azokat ráér egészen egy olyan júliusig vetni a magját, mert akkor az csak a jövőbe fog virágozni, de ez a két éves növényekre is érvényes, de van a másik, amelyeket már abban az évben szeretnénk, hogy virágozzon, azt már kora tavasszal el kell vetni a magját. Milyen időközönként kell például tápoldatozni az évelőket? Egyáltalán igénylik-e a tápoldatozást, tápanyag utánpótlást? A kiültetve a kertbe nem úgy igazán, főleg, hogyha még trágyázzuk is, ha van ilyen lehetőségünk, hogy szerves trágyával rakjuk, akkor tudunk rakni a növényeknek, akkor nem. De mondjuk egy olyan helyen, ahol nagyon szegényes a föld, és oda volt beültetve, és látjuk a növényen, hogy nem fejlődik rendesen, akkor ott érdemes tápoldatozni. Fél egyelőtt 3 perccel hallgató vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Mária vagyok, Kovászna megyéből. Igaz, hogy nem évelő növényről van szó, egy fuchsiáról szeretnék kérdezni a mérnöknőtől, hogyha lesz olyan kedves válaszolni, hogy mi történhetett vele, gyönyörű virágzásban volt, tele volt bimbóval, és akkor egyszerűen a virágok lehúltak, és úgy sányvált, tettünk, egy nagyobb cserébe tettük, úgy ahogy volt, kivettük, földet, friss földet tettünk, meg is tápoztam, de csak sányvált, csak úgy kókadnak a levelek, nem tették nekem, ahogy kinéz, mit lehetne vele tenni. A fuchsia az hol van jelen pillanatban? A fuchsia az ajtó előtt fel van akasztva, de nem napos helyen van, mert felhívták a figyelmemet, hogy ne tegyük napos helyre, mert nem szereti a tűzőnapot. Egy olyan, hát északi oldal, délelőtt éri egy picit a nap, de nagyon a muskátlik imádják ezt a helyet, mert gyönyörűek. Húzat éri a fuchsiát? Húzat sincsen. Nincs. Akkor nincs, csak nincs. Valami betegség. Akkor betegségre gyanakodunk. Legközelebbi szaküzletbe tessék elmenni, és elmondani a panaszát. Bizonyára tudnak adni rá valami megoldást.
Hát voltam, már érdeklődtem, de azt mondták, hogy kérdezek meg szakembert, itt most nézem. Igen, de mi láthatatlanban nem tudunk mit mondani. Uh-huh. Ezért kéne látni. Kókadnak a levelei, úgy. Akkor valami betegség, valami feltelő, igen. Nem rágja valami esetleg a gyökerét? A gyökerét, igen. Az is lehet. Nem tudom a gyökerét, nem hiszem. Tessék megpiszkálni a földet a gyökerek körül, és akkor, ha van valami kártevő, akkor az lehet a bűnös. Igen, azt meg lehet látni? Igen, ha van valami, akkor igen. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Köszönöm szépen, újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Éva vagyok, érdeklődni szeretnék. Van nekem egy japán rózsám. Olyan szépen fejlődött, megtelt hangyával. Nem tudom abszolút kiirtani. Mert mint a hangyákat. Igen, más virág is van a balkonon, egyikre sem megy rá. Hát hangyaporral. Hangyaporral csak egy... Szódaporral is lehet, vagy sütőporral is a hangyák ellen védekezni. Van, akinél bejött, van, akinél nem. És például, amikor a bimbó megjelenik. Igen. Mielőtt kipattam, megtelik van apró-apró fekete, mint egy levéltető, olyasmire. Az levéltető is. Igen, és a hangya levéltetőért megy fel a igen. fára. Az levéltető, és azért megy fel a hangya. De tessék a növény köré sütőport vagy szódaport szórni. És a növénynek nem árt, de akár használhat a hangyák ellen. Köszönöm, van, aki esküszik rá, hogy nála bejött, van, aki azt mondja, hogy nála nem jött be, egy próbát megér. De azért a tetveket azokat ki kéne. Azokat persze, azokat kéne... És az mivel lehet? Káliszappanos oldattal mondták a szakértők, akik idejöttek, vagy lehet kapni még levéltető ellen is szert a szaküzletben. Köszönöm. Szívesen, szépen. Viszont hallásra. Újabb hallgató vonalban, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Puskás vagyok. Akarok kérdezni a mérnöknőtől egy olyan. Ha volna egy olyan lehetőség, hogy egy kísérleti állomás, ha létezik, például mondjak egy olyant, hogy lehet nem önre tartozik, de elvonul egy bizonyos élősködő egy baraszkván. Mind a méraj úgy lesz fel, kész vége, elvonult, meggyötörte a fát, kész vége. De nekem volna egy olyan kérdésem, hogy csak így vegyszerezzünk, úgy permetezzünk, ezt csináljunk, de ha milyen periódusban azt a virágot kell óvjam, akkor lépek én, mint ember, hogy vigyázzak, mert itt megjelenik ez a kártevő. Tehát csak úgy, hogy amikor megvan, ugye kész vége, elvonult a baj, és aztán kész vége. Hát kikísérletezni is növényenként, úgy nagyjából megmondani az embernek, hogy vigyázz, mert ez a veszély következik. Figyeljed, és most permetezzél. Nem, hogy ész nélkül mindent, adjuk el azt a vegyszert, mert azt meg kell vegye valaki. Úgyhogy engem nagyon bánt, mert én nem vagyok egy kezdő, nem vagyok egy primitív valaki, de amikor én úgy látom, hogyha volna egy kísérleti állomás, hogy például a gyümölcsfáknál elvonul ilyen mój, elvonul olyan kártevő, akkor vigyázz gazda, mert most ez következik. Köszönöm szépen. Önnek igaza van, a megelőző védekezés lenne a leghatékonyabb. Én úgy tudom, hogy a Szapiencián a szakemberek adtak ki egy ilyen könyvet. Tehát most pontosan nem tudom a címét, de le van írva, hogy mikor, milyen vegyszerre kell védekezni megelőzésben is. Tehát nincs is kísérleti lehetőség. Igen, arra, és én úgy tudom, hogy ők talán kísérleteznek is, nem vagyok biztos, de amikor Bálint János növényorvos lesz a vendégünk, meg fogom kérdezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, viszont hallásra, újabb hallgató a vonalban. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, hallgatjuk a kérdését. Kis vagyok, a mérnöknőtől szeretném megkérdezni, lehet, hogy nem hozzatartozik, de a kertemben van nagyon szép hagyma, és vagy 3-4 napja a teteje a hagyma száraknak megsárgult nagyon. Mit lehetne csinálni vele? Nem a víztől, a sok esőtől? Hát, mert nem szereti a hagyma a sok vizet. Hát, ez itt csokorom, ezt már nem tudnám megmondani. Vagy még lehet a hagyma légy. A kártevő, de az a száraz időbe támad, nem? Igen. Tehát én inkább az esőt mondanám, a sok esőtől,
ahogy. Már nincs mit segíteni rajta. Le fog száradni, igen, megmarad olyan pici fejnek, de megtörténhetik az is, hogy rothadni fog a télen a sok víztől, mert nagyon megszívta magát, és belülről kezd rothadni. Akkor nincs semmi oka, hogy valamivel megpermetézzem. Hát ha nem a hangya légy, akkor a sárgulást én a vízre mondanám a sok esőtől. A teteje a leveleknek úgy majdnem közepéig már, de a hagymán nem látszik semmi se. Szedtem ki hagymát, néztem, s nincsen semmi baja. Még akkor ott az eső. Igen, az mert eső. A hagymalégy, ha beteszi a tojását, akkor a kicsi hernyó bemegy egészen a fejbe, tehát a hagymába meg kéne jelenjen az a hernyócska. Igen, de nem kaptam semmit, csak kiszedtem legalább 20 helyet, mert használjuk na így házilag, de nem kaptam. Akkor direkt a sok esőtől. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Ildikó kérdezi SMS-ben, hogy mikor ajánlatos a bazsarózsa tőosztása. Bazsarózsát mikor? Ősszel mondanám, hogy ősszel. Tekiásak, vagy tavasszal is lehet, de akkor már ő elég jó, hamar ő beindul, akkor inkább ősszel. Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk Ugron Adél marosvásárhelyi kertészmérnök. Ma az évelő dísznövények igényeiről, termesztéséről és kártevőiről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését. Kedves mérnöknő, érdeklődni szeretnék. Fóliába paprikán ültettem, és lyukatos nagyon a levele. Nem látok semmit rajta a leveleket. Vajon mi okozhassa? Lyukas a paprikának a levele. Hát valamilyen kártevő kell legyen. Igen, de az több, mint valószínű, hogyha nem látja, akkor valami repülő, moly, vagy valami ilyesmi. Vagy darázs. Nem látok semmit a levelekén, direkt néztem. Akkor az valamely, ami repül, és azért nem tetszik látni. Tehát nem tető, amelyik megtelepszik a növényen, hanem igen, berepül és rágja. És ezzel valami hogy lehet pétekezni? Ellen... Pont azt akarta kérdezni a hallgató, hogy igen, miben lehet ezt megvédeni? Csak is, vagy ilyen fogóval árulnak ezt a küzletekbe, ilyen meg kiakasztanak. Igen, ilyen, vannak igen, ezek a színcsapdák. Igen, csapdával, és akkor esetleg meg lehet látni, hogy mégis mi támadja meg a... Igen. Ráragad, és akkor látják, hogy az mi, ami igen, berepül és rágja a paprikának a levelét. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. További szép napot kívánok. Köszönjük. Köszönjük. Viszont hallásra. László Gábortól kaptunk egy SMS-t. Próbál védekezni az üvegházi mojtető ellen, írja a vegyszer nevét is, és azt kérdi, mit csinál rosszul, mit javasolunk. Hát, ez a vegyszer hatásos rá. Igen. Nem mondhatom ki a nevét, tehát akkor ezek szerint mindent jól csinálhat. Igen, csak esetleg nem elég gyakran. Tehát ez az üvegházi mojtető egy kegyetlen, tehát ettől nagyon nehéz megszabadulni. Olyankor ajánlatos még a cserepet is átmosni, mert meghúzódik a cserépnek bármilyen pici lyukában, és újraültetjük a növényt, és megint ott van, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon. Tehát 2-3 napos időközönként azért jó volna igen, permetezni? És figyelni, állandóan figyelni, megjelent megint permetezni, kegyetlen egy. Ha olyan a növény például, én tudom ajánlani, hogyha megbírja a pici hideget, mert az üvegházi mojtető nem bírja a hideget, kihagyni ősszel esetleg, hogyha bírja a -5 fokig el, az a bizonyos növény. Mert látom, nem írta, hogy milyen növény. Akkor kihagyni, mert akkor az üvegházi mojtető megfázik, megfagy, és akkor így meg lehet még úgy is szabadulni tőle. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Halló! Hallgatjuk a kérdését! Én meg szeretném kérdezni, hogy a paszújnak a levelit vajon mi érzi?
Mi eheti a passzúj levelét? Itt is megint kártevőről van szó. Igen. De nagyon sok kártevő lehet, tehát... Hát, nem tudom, hogy egyáltalán... A passzúj azt gondolom kint van a kertben. Csiga. Igen. Mert a csigák csiga most nagyon-nagyon el vannak szaporodva. Nekünk is az évelőnket, van egy bizonyos évelőnk, hogy tiszta lyukacsos a levél. Igen. Tehát a csiga. Igen. Csiga is lehet. Igen. De még sok minden lehet. Lehet, igen. Nem lehet tudni. Uh-huh. Így láthatlanban nem tudjuk, mit mondjunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. László Gábor kérdezett egy másik kérdést is, hogy vannak almafák, közben itt elugrott előlem az SMS, hogy három egymás közelében lévő ugyanolyan fajta, ugyanolyan idős almafa csemete közül a középső csemete végső ágain csomókban állnak a hangyák által terjesztett levéltetű tojásai, a másik kettőn gyakorlatilag se tojás nincs, se hangya nincs. Mi lehet akkor az oka? Használt vegyszert a kártevők ellen, de kettő nincsen, és a középsőn van. Olyan helyen lehet ez a fa, hogy jobban kedvelik, vagy könnyebben meg tudják mászni ezek a hangyák? Hát mert tudom. Furcsa, hogy ugyanolyan fajta, de a vegyszer, amit használ, az hatásos, igen. Amúgy, igen, a kártevők ellen. Esetleg, hogyha nem, nincs legyengülve az illető fa, mert általában a legyengült növényeket... Jobban támadják. Igen, igen. Valamiért annak a fának nem megy jól a dolga, és akkor azért tudom, támadják. Újabb hallgató vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hello, Irénke vagyok. Hallgatjuk, Irénke. Meg szeretném kérdezni, az orchidea, akármit csinálok vele, a levelei... Kicsit a rádiót megkérem, halkítsa le. Irénke, megkérem a rádiót, halkítsa le, mert nem értünk semmit. Tudnélik, a levelei olyanok, mintha megtámadná valamit, és mintha vadta volna rajta, és olyan sárkásszerűség, akármivel megpermetezem, nem jön helyre. Ki kell dobjam? Mit lehet vele csinálni? Kértem az üzletből, hogy depriccoljam, adtak, de mégsem javult meg az orkidea. Ez a takácsotka lehet? Igen. Nincs a más növényeken rajta ugyanez a vattás valami? De hát tudnélik, hogyha ott marad az ablakba, akkor rámegy a másik növényekre is, de a szobában most vagy 5-6 cserép van, és nincs benne virág, mert mind kint vannak a teraszon. Hát nem baj, mert az az atka az meghúzódik bárhová, és ahogy oda kerül egy növény, rámászik. Tehát az nem az orchideán volt, hanem volt egy másik növényen, és ráment az orchideára. Ja, Istenem, és sziszifuszi munka, de le lehet szedni azokat a levélrészeket, ahol van. És zuhanyozni kellene az orchideát. Zuhany alá kell elvégezni. Elvégeztem. Káli szappanos oldattal letetszett mosni? Igen, leghamarabb azzal kezdtem, és akkor be a fürdőszobába lemostam, és mégis vannak, mintha gyökeriből jönnek ki. Hát ez ez egy orchideáról van szó, vagy azóta még tetszett venni más orchideát, és annál... Legalább kitettem már. Akkor akkor nem az orchideával van, hanem ott a helyjel van a baj, és ahogy egy új orchideát tetszik venni, bekerül oda, és akkor megfertőződik. Akkor át kéne ültetni, mert lehet, hogy az edényben is már ott van, nem? Miért de hát nem? Mondja, hogy úgy vásárolja, igen. És viszi, és úgy ott megbeszél. Úgy vásárolom meg, és nem sokára nem már megjelenik az a vattaszerűség, és igen, a mert ragadszosra. Igen, mert otthon a lakásban van már ez a takács... atka, és egyik növényről költözik a másikra. Tehát ott van a lakásban, nem a növénnyel tetszik bevinni. Tehát a lakásban van, ott hát minden növényt kellene permetezni és takarítani. Tehát egyik növényről átmegy a másikra. Tudnélik, az ablakot is én lemostam olyan szerre, hogy feltörzlítettem, és mégis az orchideát dobom ki. Megveszem egy hónapig, kettőig gyönyörű, és utána hullnak le maga a virágja, és utána meg akkor jelennek meg ezek. Ezeknél a tetveknél vannak olyan növények, amelyikek bírják az atkának a támadását. Észre se vesszük, hogy rajta van, de ő hordozó.
és oda rakjuk egy másik növény mellé, amelyik nem bírja, azon rögtön meglátszik, de átmegy. Tehát egyik növényről átmegy a másikra. Értem, értem. De hát nincs mit vele csinálni. Kell, mindent kell takarítani, nem csak az orhideát, hanem a másik növényt is, ami mellette van, azt is kell. Köszönjük szépen, újabb hallgatóvonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését. Szeredából Erzsébet vagyok. Én is az orhideával kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy nekem is ugyanaz van, hogy a bimbók lehultak, a levelek ellágyulnak, úgy megráncosodik, úgy nincs meg az a tartásuk már, és utána bepirosodnak egészen. Az szerintem nem túlöntözés? Lehet. Hogy tetszik öntözni? Én priccolni szoktam, és egy kicsit teszek a külső kapcsolóba. És azt milyen időközönként tetszik tenni a vizet? 2-3 nap. Mert úgy amúgy rá 2 hetente egy pici vízzel, hogyha tetszik az orhideák, ahogy főleg, hogyha spriccolva van, mert ezek fánlakó növények, ezek úgymond a gyökerükből nem nagyon szívnak vizet, hanem az esőből a levelekön keresztül kapják ők a vizet, tehát hogyha ön spriccolja vízzel, akkor neki a kaspóban ráér 2 hetente rakni egy pici akkor vizet. Akkor lehet, hogy túlöntöztem, mert most igen. Egymás után 3. És a kaspó, ha bele van állítva egy másik, mert általában úgy szoktam egy kicsit legyen nyitott, tehát ne legyen zárt, hogy oda befülledjen, beposhadjon a víz. Tehát tudjon párologni, és akkor párolog az a víz, amit rátetszett önteni, az még kapja a nedvességet a levéle, de szerintem túlöntözés. Lehet. És sokan azt a módszert választják. Igen, sokan azt a módszert választják, hogy 2 hetente egy fél órára vízbe teszik, hogy áztatják az orhideát, és akkor utána 2 hétig nem kapnak vizet. Tehát ezt is ki lehet próbálni. És azt is próbáltam, csak úgy éreztem, hogy az nem elég. És szereti a hőmérséklet különbséget, tehát hogyha éjszaka egy kicsit hűvösebb helyen van, mint nappal, azt nagyon szereti. Hát, van vagy 9, nem tudom közöttetni. Hát igen. Viszont hallásra. Cseh Judit énekelt, a pontos idő 12 óra 47 perc. Klárától Csíkból kaptuk az SMS-t, hogy augusztus végére kellene nekem, nagyon szép legyen az udvarom, és a ház elé szeretnék valami szép virágot, mit tudunk ajánlani? Hát az évelők közül tudnám ajánlani a liget szépét például, amelyik egész nyáron virágzik, a menyecske szem az is egész nyáron virágzik, és szeptember elején virágzik, azok nagyon gyönyörűek tudnak lenni, a zászterek, tehát magyarul az őszi bánat, nem jutott eszembe a magyar neve, az őszi bánat. Nekünk van ilyen törpe változat, mert a magasokat nagyon nehéz szállítani, még minden van törpe változatunk, azok augusztusban már szép bimbosak és jó bokrosak szoktak lenni. A levendulát hogyan szaporítsam, kérdezi Erika. Magról is lehet szaporítani, dugványról, tőosztással nagyon nem, tehát dugványról. Edit kérdezi, hogy mikor lehet a citromfát beoltani. Tudunk-e válaszolni rá? Igen, jó júliusban, tehát aratás elején.
úgy tudom. Sándortól kaptuk az SMS-t, egy kicsit úr is. A kutyával és a sörrel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy nem lesz baj a kutyának a sörtől, legfeljebb nagyot alszik majd. Nem csinálunk belőle alkoholistát, azt mondja Sándor. Akkor egy újabb SMS. A paradicsomnak szárad és sírül meg a gondolmai levele. Egy részén látszik valami apró piros tetűszerű. Mi lehet az oka? Gondolom ez a kérdés. Hát mi támadhatja a paradicsomot? Hát több, mint valószínű, hogy akkor a tetű. Ez is levéltetű lehet? Igen. Igen. És Leventétől van egy, hogy a tuja szaporítása mikor lehetséges? Hát a fenyőféliket azért úgy majdnem egész évben lehet szaporítani. Szeptemberben is szaporítottunk tuját, tehát június, júliusban is lehet, tavasszal is lehet. Ha megadjuk a megfelelő körülményeket nekik, tehát a párás levegőt, lehet szaporítani a tuját. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy úgy a fenyőfélék, mint például a tuják is, kezdenek úgy a száradni. Vajon miért van? Ezért a felmelegedésért, vagy nem bírják már itt a mi klímánkat? Én azt tapasztalom, hogy a tuja egy elég kényes növény. Tehát mindenkinek megtetszett, mindenki nagyon vásárolt, tehát most már nem jó pár éve nem nagyon kérik a tujákat, de az elején nagyon mindenkinek tuja kellett. Fölvásárolták, viszont nem volt a megfelelő szaktanács megadva, hogy azért a tuja egy kényes és száraz időben öntözni kell. Tehát nem mind a mi fenyőink, amik itt nálunk élnek, hogyha kiültetjük, és amit kap az esőtől, az neki bőven elég. A tujának nem elég, tehát kell az öntözés, kell a permetezés neki, tehát megtámadhatják ott is az atkák, a tetvek, és akkor szükséges neki. Meddig bírja egy helyben az évelő? Hogy hát, már ne gyomosítson, hogy olyan legyen, ami ennek mi szeretjük. Hát a gyomosításnál akkor... Mert akkor ki kell szedni, ki kell kapálni. Hát már... igen, meg van, igen, amelyik a magtól belőle gyomosít, igen, mert elhullatja magját, és úgy gyomosít. Hát minden évelőnek azért megvan az éve, hogy mennyit bír, a rózsának is úgy írják, hogy 10 év a maximum az élete, de nagyon-nagyon sok évelő szerintem kibír. Az évelőknél számít a növénytársítás, hogy mit mi mellé ültetünk? Számít, persze. Van évelő, ami nem nagyon agresszív, mindent elfoglal, és akkor elnyomja a másik növényt. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, akkor írtani, meg kihúzigálni, meg... A tömbházban lehet évelőt nevelni? Lehet. A teraszra, igen, de mindig szoktuk mondani, mert mindenki megvásárolja, és akkor fél kinhagyni a teraszon a cserébe, és beviszi a házba, annál rosszabbat csinál. Tehát nem, kint kell hagyni, de viszont arra kell odafigyelni, hogy télen, főleg napos időkben is, most milyen telek voltak, hogy nagyon meleg volt, picike az a kicsi láda az a földdel, és kiszárad, nem kifagy, hanem kiszárad az évelő a tél folyamán. Tehát figyeljünk oda, hogy télen is öntözni. Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Thank you.
13 óra lesz 7 perc múlva, most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég csíkmadarasi üzleteiben. A múlt héten azt kérdeztük, hogy melyik gomba mérgező a felsoroltak közül, a helyes válasz a párduc pereszke. 11 játékos küldött megfejtést, 3 játékos hibás vagy pontatlan választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri akkor ezt az 50 lejes utalványt. Mérnöknő, megkérem, hogy sorsoljon. A szerencsés Lengyel Izabella Marosvásárhelyről. Ugron Adél kertészmérnöknő is felajánlott egy 50 lejes vásárlási utalványt, amire évelő dísznövényeket lehet vásárolni. Akkor nézzük, hogy ez kihez fog jutni. Keresztes Gábor László marosvásárhelyi hallgatónk vásárolhatja le. A hétvégén július 2-án és 3-án Gyímes Középlokon a hidegségben a Csángó Fatányíros Panziónál kerül megszervezésre a második Tatros Part Fest. Az ünnepi szentmiség és a hagyományos helyi termékek vására mellett az ízek vetélkedője, idegen földre nesies kerekasztalbeszélgetés, gyerekprogramok, divatbemutató, valamint a Gyímes Völgye zenészeinek találkozója gazdagítja a programot. Szombaton este szabadtéri búcsúsbál lesz, vasárnap pedig a Budapesti Válaszút Táncegyüttes és a Hargita Állami Székely Népi Együttes műsora, valamint Szalonna és Bandája koncertje várja az érdeklődőket. A játékosaink közül valaki másodmagával részt vehet az eseményen, szállás és ellátás biztosítva lesz, ígérik a szervezők, tehát egy harmadik nyertest is sorsoljunk ki. Aki szervezheti a hétvégi programját, az Csata Ferenc Gyergyó Csomafalváról. Mindhárom hallgatóval műsor után felveszünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk július 8-áig, aki csak a helyes válasz küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Mondom a kérdést. Milyen családba tartozik az angyal trombita, tudományos neve Brugmansia? A. Tölcsérvirágúak, B. burgonyafélék, C. orchideafélék. Megismételem a kérdést. Milyen családba tartozik az angyal trombita? A. Tölcsérvirágúak, B. burgonyafélék, C. orchideafélék. Lassan műsorunk végéhez közeledünk. Ugron Adél marosvásárhelyi kertészmérnöknek megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Műsorunkkal legközelebb július 13-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszentdomokosról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Kiskászonról hallhatnak. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Borbé Zoltán volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra. A dózsa rózsaszál, én nem bánom, mind levágom, állj csak vélem galapom, szóba már csak azt kívánom, légy a párom, nékem senki más nem kell életemnek. Édes egy szár rózsaszál, a öregre te leszel, csak azt kívánom, légy a párom, nékem senki más nem kell életemnek. Édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel, rózsaszínű lesz az élet, hogy ha végre kimondod az igent, rózsakertbe viszlek téged, rózsa nyílik szívembe idebe, csak légy mellettem éjjel-nappal, nékem semmi más nem kell életemnek. Édes egy szár rózsaszál, a örökre te leszel, csak légy
mentem éjjel-nappal, nékem semmi más nem kell életemnek. Édes egy szál rózsaszála, örökre te leszel. Éjjel-nappal nékem semmi más nem kell, életemnek édes egy szál rózsaszála, örökre te leszel. Csak légy mellettem éjjel-nappal nékem semmi más nem kell, életemnek édes egy szál.